Hát köszönöm szépen. Isten hozta figyelmeteket, egy bajtárs fog szólni most 30-35 percben, hiszen aki másképpen fogalmaz polgármesterként, az nem nézte meg a 2010-es számokat, illetve nem igazán követi végig, hogy mi is történt az elmúlt időszakban. Nagyon zavar televíziós és egyéb műsorokban, amikor mondja, hogy Feri vagyok, Pisti vagyok, Luizi vagyok. Szeretnék bemutatkozni, hogy talán így hitelesebbé válik a mondandóm. Bőri Szabolcs ként születtem 1951-ben Kunszent Miklóson, és édesapámat kivéve az apai fölmenők mind középbirtokos, földművelő emberek, kömsögi illetőségűek, legalább 300 évvel visszamenőleg, tehát egy nagyon erőteljes magyar vonal. Édesanyám pedig maga a Kárpát-medencei kaland, az ő ága, az ottani nagyanyám Zsert néven horvátországi horvát, aki haláláig némi akcentussal beszélt, anyai nagyapám pedig Prága felől ereszkedett le a Dalföldre, Urbán vezetéknevet használt lengyel cseh ősökkel. Tehát amikor magyarságról, magyar tudatról beszélünk, az én tudatomban mindig a magyar Szent Korona országai és az annak területén élő embereket értem magyarok alatt, hiszen minden ősöm igaz színmagyarként élt és halt meg. Amikor ennek az előadás sorozatnak az elején végig gondoltuk, hogy mit kell mondani, és milyen formában kell elmondani, akkor engem az motivált, hogy minden konferencián azt szerettem, amikor végre a elnök elrendelte a szünetet. Azért érdemes volt elmenni. Akkor történtek meg azok a beszélgetések, azok a ismerettségek, azok a kapcsolatok, amelyek tartalmassá tették az ott létet. A konferencia előadása az esetek többségében, ha jó, megsebzi az ember gondolatait. Olyasmi, mint amikor a kajdóba belekerül ez a kis porszent, elkezd rakodni, és majd igaz gyöngy lesz belőle remélhetőleg. A mai első előadás is egy ilyen megsebzés volt, hiszen sokkoló adatokat láthattunk itt. Én hát számítottam, ez Kunszent Miklós, ami 9000 főnyi lakost számlál. Ez Kunszent Miklós esetében 75 milliárd forint veszteséget jelentett a 60 év alatt. 75 milliárd forintot. Ez egy olyan irtózatos összeg, ami azt jelenti, hogy ha nem történik ez meg, nem csak 60 év alatt, hanem 1000 év alatt, akkor elképzelhetetlen, csodálatos ország lenne ez a Kárpát-medence, de valószínűleg azért történt meg, mert feladatokat, terheket és próbákat kellett kiállni ennek a népnek, hogy méltó-e arra, hogy a világ egyik legszebb részét, az aranyszegletet túlja és birtokolja. Mi mostanáig méltók voltunk az őrzésre, bízom benne, hogy most az ébredés évtizedében továbbra is, nem csak mi, hanem a gyermekeink és unokáink is méltók lesznek. Mert hogy igazán magyarnak az mondhatja magát, akinek nem az apja volt magyar, hanem akinek az unokája lesz a magyar. Mi annak érdekében tesszük a dolgunkat, hogy ne csak, hogy magyar legyen az unokánk, hanem egy boldog magyar itt ebben a gyönyörű országban. Ugyancsak vizsgálva az előadás szerkezetét, arra gondoltunk, hogy egy 30-35 percnyi előadás után formálisan szünetet rendelünk el, és akkor kezdődnek azok a kérdések, amelyek, ha jó volt az előadás, akkor menet közben megfogalmazódtak. Vitaként, ellentmondásként, hogy hülyeséget mondtál, hát ez mi nálunk egészen másképp van. Természetszerűleg néhány példát fogok hozni Kunszent Miklósról, egészen más problémáink vannak, mint itt a nyírségben, ahol más természeti adottságok vannak,
más éghajlati viszony, a mikroklímája más, mint a Duna-Tisza közének, zárójel sokkal kedvezőbb, hiszen mi egy elsivatagosodó Duna-Tisza közi homokhátságon élünk, és itt is emberek oldják meg a problémákat, itt is arra kell számítani, hogy a mi bennünk most és folyamatosan felkorbácsolódó cselekvési energia fog majd valamilyen új jövőt szülni, és hogy milyen, arról mindig mi nekünk kell dönteni. Nagyon gyakran halljuk érvként, az uniónak ez volt az előírása. A lisszaboni szerződés nekünk ezt deklarálja. És mielőtt belekezdenék az ellenkező bizonyításába, egy összefoglalóban olvastam az előadásomról, hogy hogyan lehet majd nekünk a lisszaboni szerződéshez csatlakozni. Benne vagyunk, hiszen a népszavazás döntött, még ha érdekes módon meglehetősen alacsony részszámon is, tehát mi már tagjai vagyunk a lisszaboni szerződésnek, de nem úgy működik az Európai Unió, mint ahogy a jogszabályok azt rögzítik. Párhuzamba lehet itt állítani a 49-es sztálinista alkotmány 90-es foltozását, ahol szintén jó néhány olyan jogszabály van, ami homlok egyenest ellenkezik a mai gyakorlattal. Választások lesznek, április 11-én és 25-én, és előre szeretném kivenni az új kormány, a Fidesz kormánynak a kezéből és szájából azt az érvrendszert, hogy az Európai Unió alkotmánya beszabályoz bennünket. Ne higgyük el, idézni fogok ebből az alkotmányból, mind a 300 oldalban szereplő cikkelyeket végigrágtam alaposan, és az a megállapításra, vagy olyan megállapításra jutottam, hogy az alkotmány ebben a formájában, ha így valósulna meg, egyenrangú országok közös érdeken alapuló szövetsége lenne, ahol az Európai Uniós állampolgárság csak kiegészíti a nemzeti polgárságot. Homlok egyenest más hallunk ezekről a dolgokról a médiában. De idézünk pontosan. Az alaptörvény 10. cikkének 3. bekezdése a következőt mondja. A döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni. Lehető legnyilvánosabb. Látjuk, hogy a parlamenti közvetítéseket levették a földi sugárzású adókról. Nem lehet benézni, hogy mi történik a falak között. Aki pedig netán vendégként egy valamelyik ülésszakot végigüli, annak komoly émelygési és gyomor problémái vannak, az ott lévő félhülye magatartás miatt. Ha az én osztályomban így viselkedtek volna a tanulók bármilyen órán, ott nagyon komoly szankciók következtek volna be. Itt a közbekiabálások, az eszedlenkedések, a kibejárkálás, az újságolvasás, egymás ugratása, a szórok túlkiabálása minden létező emberi normát felrúg az, ami a parlamentben zajlik. Valószínűleg a közvetítéseket ezért szüntették meg, hogy ne lássuk azt, hogy mi zajlik az ország házában, milyen formában történik itt. A nyilvánosságról tehát ennyi, a legközelebb eső szintek pedig mi vagyunk, polgármesterek, képviselők, illetve önkormányzatok. Logikus, hogy a mi kezünkben kellene lenni azoknak az anyagi eszközöknek, amelyeknek a birtokában dönteni tudunk. Hiszen lehet dönteni egy kirakatba lévő brilliáns gyűrűről, de ha nem férünk hozzá, akkor a döntés teljesen harmadrangú dolog. Márpedig, ha megnézzük, hogy megkapjuk-e azokat az anyagi eszközöket, amelyek birtokában dönteni tudunk, akkor egy meglehetősen síralmas kép tárul elénk.